Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha a felelősség áthárítása, a másokra való mutogatás, a mások hibáztatása olimpiai szám lenne, akkor az Orbán kormány nagy eséllyel indulhatna ezen a versenyen. Volt itt már mindenki felelős. Azt már megszoktuk, hogy Soros György felelős. Azt már megszoktuk, hogy a bevándorlás párti brüsszeli Bürokraták felelősek. De voltak itt már felelősek a fiatalok, voltak itt már felelősek az idősek, voltak itt már felelősek a szakszervezetek, és természetesen az ellenzék. Mindenki felelős, csak a felelős kormány nem. Láthattuk már tavasszal, hogy az ormán kormány késlekedett a gazdasági akcióterv bevezetésével, és nem csak késlekedett, hanem rettenetesen szűkmarkú is volt március közepén bejelentették a veszélyhelyzetet, ehhez képest április közepén indították el azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amely annyira túlbonyolított volt, hogy az első hetekben egyetlen munkáltató sem jelentkezett, hogy ezt szeretné igénybe venni. De láthattuk, hogy amikor azt gondolta volna a nép egyszerű gyermeke, hogy a kormány nyáron azzal fog foglalkozni, hogy felkészül a második hullámra, amit rendszeresen hangoztattak, akkor elmentek az Adriára. Elmentek az Adriára, ahol luxusiakton pihenték ki azokat a fáradalmakat, amelyeket inkább itthon kellett volna munkára fordítani, azt az időt, amit pihenésre fordítottak. Elmentek nyaralni, és az országot felkészületlenül érte a második hullám felkészületlenül érte a gazdasági szereplőket, a munkavállalókat és a nép egyszerű gyermekeit. Ezért egyértelműen a kormánya felelős. Pedig vehettek volna jó példát. Jó példát például arról az Ausztriáról, akit Orbán Viktor rendszeresen Magyarország mint a tekint. Vehettek volna olyan jó példát, hogy Ausztriában nagyon egyszerű volt a munkaerő, munkabér támogatásra való regisztráció, ugyanis elég volt annyit tenni, hogy a munkáltató bejelentette az igénybevételi szándékát, megkapta a bért, oda tudta adni a dolgozónak, megmentve ezzel a munkahelyét, és megmentve ezzel a családját a kilátástalanságtól. És elég volt majd egy harmadik szakaszban igazolni azt, hogy valóban jogosult volt a bértámogatás igénybevételére ehhez képest Magyarországon annyira túlbonyolították a rendszert, hogy nem is tudtak munkáltatók tömegei élni ezzel a lehetőséggel, éppen ezért elindult egy olyan elbocsátási hullám, amelynek eredményeképpen tavasszal több százezer ember került az utcára, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében még mindig közel 300 ezer ember szerepel munkanélküliként, amelyeknek fele, semmilyen ellátás, semmilyen támogatás nem kap az országtól. Gyalázat és szégyen a felelős kormány számára. De Ausztria más példával is szolgált. Azt gondolják Ausztriában, hogy a lezárásokból úgy lehet szabadulni, hogyha egyszer van jelen a tömeges tesztelés és az oltás. Ezért elősegítik a tömeges tesztelést azzal is, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiknek negatív teszteredményre van szükség a munkavégzéshez, lehetővé teszik, hogy a munkahelyükön teszteltessék magukat. Illetve, hogyha ez nem megoldható, akkor munkaidőben elmehetnek egy teszpontra, megcsinálhathatják a tesztet, és ezért nem érjünk egy anyagi hátrány. Magyarán mondva, megkapják a munkabérüket erre az időre is. Ezzel szemben mit tesz a magyar kormány? Bejelentik, hogy a szociális ágazat oltását elkezdték, aztán kiderül, hogy csak az egyik felét kezdik el oltani, az alapszolgáltatásból lévőket majd csak később. Aztán most, hétvégén már elkezdték az alapszolgáltatásban lévőket is tesztelni. De mikor lesz már végre az, hogy egyértelműen és egyszerűen, érthetően fogalmazva hajtják végre az intézkedéseket, és bizalmat építenek az emberekben minden egyes lépésük elbizonytalanítja a gazdasági szereplőket, elbizonytalanítja a munkavállalókat, és elbizonytalanítja a nép egyszerű gyermekeit. Felelős kormányzásra van szükség. Tudjuk plakátkampányt indítani egyszerűbb. Tudjuk százmilliárdos közmédiában hazudozni egyszerűbb. A kormányzás nehéz feladat, de a magyar embereknek erre van szükségük segítségre. Úgy, ahogy Ausztriában, úgy, ahogy Szlovákiában, úgy, ahogy Romániában. Segítsék meg a magyar embereket, segítsék meg a bajba jutott munkavállalókat. A magyar szocialista párt a járvány kezdete óta folyamatosan megteszi azokat a javaslataikat, amelyeket szakszervezetekkel és szakértőkkel együtt dolgoz ki a magyar emberek érdekében. Ilyen volt az, amikor azt mondtuk, hogy ne kelljen döntenie egy magyar családapának, családanyának, hogy az egészsége, a családja egészsége fontosabb, vagy pedig az, hogy miből fog megélni a családja. Ne kelljen senkinek két csapítóval dolgozni menni, ezért akik pozitív teszteredménnyel karanténba kerülnek, azoknak százszázalékos táppénzt követel a Magyar Szocialista Párt. De tudjuk azt is, hogy nem elég a három hónapos álláskeresési járadék. Ezért a Magyar Szociális Párt azt javasolta, hogy emeljük 9 hónapra az álláskeresési járadék idejét, és ennek minimum összege nettó 100 ezer forint legyen. Azt is elmondtuk, hogy úgy lehet a bajba jutott kis- és középvállalkozásokon segíteni, hogyha közvetlenül ők kapják meg a támogatást, közvetlenül a munkavállaló kapja meg a támogatást, de ezt azonnal. Ezért javasoltuk azt, hogy az elbocsájtás előtt álló dolgozók, azok nettó 180 ezer forintig kapjanak bértámogatást, ez egy 80 os bértámogatás, amit ismét hangsúlyozok, meg tudnak tenni Ausztriában, Szlovákiában, Romániában és a Visegrádi négyek országaiban. Orbán Viktor ne csak akkor mutogasson a Visegrádi négyekre, amikor politikai támogatásra van szüksége, hanem vegyen róluk példát. Vegyen példát azokról a felelős kormányokról, akik felismerték azt, hogy ezen a járványhelyzeten csak úgy lehetünk túl, hogyha segítsük egyszerre a gazdasági szereplőket, a munkavállalókat, a családokat. Nem politikai döntésekre van elsősorban szükség, szakmai döntésekre. Ezért a Magyar Szocialista Párt az első pillanatok kezdve követelte, hogy hívják össze az érdekegyeztető tanácsot, de nem úgy, ahogy most teszik, hogy gyakorlatilag államtitkárok ítélet kihirdetés hajtanak végre a hozott döntésekről, hanem valós párbeszéd legyen vegyék figyelembe az orvosi kamara véleményét, vegyék figyelembe a pedagógusokat képviselő szakszervezetek véleményét, vegyék figyelembe a nagy szakszervezeti konfederációk véleményét, mert az a valóság, az a való élet. Orbán Viktor és kormánya jelen pillanatban egy alternatív valóságban él. Üdvözlet a Mátrixban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.